Washington és NATO partnerei szükség esetén az elkövetkezendő 5-10 vagy 20 évben folytatni fogják Ukrajna védelmi képességeinek a fejlesztését, jelentette be Kathleen Hicks helyettes amerikai vezérkari főnök. A jelentés szerint Hicks hétfőn a Defense on Tech védelmi csúcs találkozón beszélve kijelentette, Ukrajna szuverén államként fennmarad és saját hadserege lesz, amelyet fel kell fegyverezni. Az Egyesült Államok foglalkozik ezzel a kérdéssel. Hicks szerint az USA a NATO partnereivel közösen a következő 5-10 és 20 évben is fejleszteni akarja Ukrajna védelmi képességeit. Washington eközben két kérdést is megold. Milyen fegyvereket adjon át Kijevnek, és milyen kiképzésben részesítse az ukrán hadsereget, tette hozzá a politikus. A jó hír az, hogy az Egyesült Államok már hosszú ideje aktívan együttműködik Ukrajna fegyveres erőivel, mondta el Kathleen Hicks. Az ukrán légvédelem több orosz rakétát is lelőtt kedden Lvivben, Csernyihiv, Melnyicki, Ternopil és Odessa megye légterében, írja a korrespondent. A felsorolt régiók lakosai robbanásokról számoltak be a déli órákban. Maxim Kozicki, a Lviv megyei katonai közigazgatás vezetője közösségi oldalán arról számolt be, hogy az ukrán légvédelem megsemmisített egy orosz rakétát Zolotcsevo település felett, aminek darabjai egy téglagyár épületébe csapódtak. Az eset során 4-en sérültek meg, akiket enyhe, illetve közepesen súlyos állapotban szállítottak kórházba. Volodymyr Trusz, a Ternopil megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője közölte, hogy a légvédelem több orosz rakétát is lelőtt a térségben. Előzetes információk szerint a légitámadás során nem keletkeztek károk, személyi sérülés nem történt. Hennagyi Truhanov, Odessa polgármestere azt írta a Telegram csatornáján, hogy a légvédelmi rakéták orosz célpontokat semmisítettek meg. Az előzetes információk szerint a légvédelmi erők lelőttek egy rakétát Csernyihiv megyében. Szerhi Gamal, a Hmelnicki megyei katonai közigazgatás vezetője közleményben megerősítette, a régióban az ukrán haderő lelőtt egy orosz rakétát, melynek darabjai egy mezőre zuhantak, személyi sérülés nem történt. A támadásokkal egy időben Kárpátalján is megszólaltak a légi szirénák. Ukrajnát nem fenyegeti gabonahiány, a termelés ugyanis csak nem ötszöröse a hazai fogyasztásnak, jelentette be Markián Dmitraszevics agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszterhelyettes. A politikus hangsúlyozta, hogy Ukrajnában továbbra is több mint 20 millió tonna búza, kukorica és egyéb termény vár exportra. Ezen kívül lehetetlen az olaj és egyéb termék kivitele az országból. Ez napról napra növeli a súlyos gabonahiány valószínűségét Afrika és a közel Kelet egyes országaiban, ami akár éhínséghez is vezethet. Ukrajna jelenleg is tárgyal a balti államokkal és Lengyelországgal a gabona vasúti szállításáról, ám a tengeri útvonal továbbra is prioritást élvezne, fogalmazott. A miniszter helyettes szerint, amennyiben szeptemberig nem rendeződik az export kérdése, újabb probléma adódhat. Nem lesz hol tárolni az új termést. Ukrajnának 75 millió tonna tároló kapacitása volt, 10 millió tonna tárolóhelyet elveszített, ugyanis azok a megszállt területeken vannak, néhány pedig megsemmisült, magyarázta Dmitraszevics. Ismét jótékonysági futballmérkőzést rendeztek Ungváron. A cél most is az ukrán fegyveres erők támogatása volt, de ezúttal a profi labdarúgás legendái, valamint neves tévésztárok, újságírók, bloggerek és műsorvezetők léptek pályára. Az ilyen alkalmak egyesítik az embereket, és reményt nyújtanak, hogy hamarosan minden jóra fordul. A mérkőzés célja a fegyveres erők megsegítése. A mai nap különleges, mert mindenkit, aki részt vesz ezen az eseményen, egy közös ügy köt össze. Az is fontos, hogy ez pozitív esemény, és az embereket kicsit elvonatkoztatja a negatív hírektől, és mindattól, amit a háború jelent. Mindkét csapatban és a mérkőzés vendégei között is bőven akadtak ismert nevek. Miron Markevics, Jevhen Szeleznyov, Oleksandr Pedan, Anton Murafa és még sokan mások. Ön kinek fog drukkolni a mai mérkőzésen? Valószínűleg a kapusnak. Izgulok, hogy a játékosok jól teljesítsenek a pályán. A gólokban gazdag mérkőzés 9-9-es döntetlennel ért véget. A 11-es párbajt a
a sztárcsapat nyerte. A mérkőzés során most is adományokat gyűjtöttek az ukrán hadseregnek. A korábbi jótékonysági mérkőzés során befolyt összegből sikerült egy 55 személyes autóbuszt vásárolni a kárpátaljai 128-as dandárnak. A mérkőzés során befolyt összeggel kizárólag az ukrán fegyveres erőket támogatjuk. A korábbi rendezvényeken is jelentős összeget sikerült összegyűjteni, aminek egy részéből autóbuszt vásároltunk, amit nem sokára a 128-as dandár rendelkezésére fogunk bocsájtani. A mérkőzés belépti jegyén kívül a félidőben és a meccset követően tartott árveréssel is sikerült egy jelentősebb összeget gyűjteni. Csak a játékosok mezének eladásából 205 ezer hrivnya gyűlt össze. Ezt a kis zászlót ki fogom függeszteni a kocsmámban. Igyekszem mindenben segíteni a fegyveres erőket. Mindenki, aki szeretné, eljöhet majd és készíthet egy közös fotót a zászlóval. Ez a mérkőzés fontos városunk az emberek számára, mert kicsit felvidulhatnak és közösen támogathatják a harcosokat, akik most is az országunkat védik. A szervezők a későbbiek során is folytatni akarják a hasonló jótékonysági találkozókat ismert labdarúgók részvételével.